A futball igazságtalansága érvényesült az első félidő 32. percében. Folyamatos Tamási nyomás közepette ugyanis, már levegőben lógott a hazai sárgá gólja, Ató már másodszor találta el ebben a félidőben a kapufát, csak kipattanóból is gólt szerezhetett volna az érkező Haruna, de a helyzet kimaradt. Néhány perccel később viszont az ekkor szorványos tolnai kontrák egyike a Tamási védelem hathatós közreműködésével a 32. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Sümegi ártatlannak tűnő előreívelésére borzasztóan rosszul jött ki a Tamási a kapusa, de a védők se voltak, tegyük hozzá a helyzet magaslatán, és Lednevszky fejjel megcsúsztatott labdája a kapuban kötött ki, 1-0 Tolnának. Afrikai góllal egyenlített az első félidő rendes játék idejének szinte az utolsó másodpercében a Tamási. Haruna puktatásért megítélt szabadrugást honfitársa Ató ívelte középre, s a legmagasabbra emelkedő Tamási játékos edző Jammel Haruna mintaszerűen bólintott a jobb alsó sarokba. 1-1 a fél időben. Szünet után alapvetően minden úgy folytatódott, ahogy az abba maradt. Persze kiegyenlítettebb lett a játék, följebb tolta a Tolna védekezését, közelebb került a gólszerzéshez kétségtelen Buzás Attila csapata, de a játékot kontrolláló Tamási támadásokban jobban benne volt az újabb gól, a győztes találat megszerzése, ami még a játékrész közepén meg is született. Mégpedig egy nagyszerű, a Tamásiakra jellemző, szemre is tetszetős támadás végén, amikor is előbb középen, aztán a jobb szélen egyenlítős játékkal sok nyelven szóba magtolták a vendégek védelmét, miután a középen érkező Stojanov fejelt center pozícióból a bal alsó sarokba. 2-1. Ez maradt a végeredmény is. A lefújás pillanatában örömtüzet gyújtott okkal a meccset végig verselő éneklő Tamási Békos. Igazából a zárás, tehát meg kell zárni a befele, az volt a... Lezártátok a területet? Igen, a területet. Az volt, arról koncentráltunk az egész meccs. Mert az fontosabb, mint a játék, aztán kifele indulunk. A szurkolók annak örülnek, hogy nagyon szépen passzoltatok, bejátszottátok a széleket, és több helyzetetek is volt, vitathatatlan, hogy ezt 2-1-re nyertétek, akár 4-1 is lehetett volna. Hát sokat dolgoztunk a taktikára, ezért volt a könnyű a helyzete. Csak kihagytunk, de sokat dolgoztunk arról is. Buzás Attila ugyan nem értett egyet értékítéletünkkel, miszerint a Tamási akarata érvényesült jobban a mérkőzés jelentős részében, azt persze elismerte, összességében, főleg akarati tényezőkben jobb volt az ellenfél. Ez az ősz, ez valóban arról szól, hogy az ilyen mérkőzéseket elveszítjük sajnos, bár volt példa, hogy nem, tehát győztünk is, de tény, hogy sajnos most nem jövünk ki jól. És ugyanolyan kicsit déjà vu érzésem van, Dombóvári meccsből jöttünk ide megint, mint ahogy az előző alkalommal is, és ott a Dombóvár ellen mindig komoly veszteségeink vannak, most is, de én nem értenék azzal egyet, hogy most a Tamásinak a játéka. Én úgy gondolom, hogy különösen a második fél időnek, a második felében sokkal jobban játszottunk a Tamásinál, és látszódott, hogy miben vagyunk jobbak, a gólszerzésben nem. Ebben a Tamásinak azok a tapasztalt játékosai, akiknek kell a csapatot vinni a hátukon, azok ma sokkal jobban akarták a győzelmet, és többet is tettek érte, miatt kaptunk ki. A gólszerzésben fontos kulcsembereket cserélt le a második félidőben a tolnai vezetőedző, ami jelzésértékű, mert hogy a szélső hátvédek tudták ezúttal jobbá tenni a támadójáték. Nem tudom, hogy miért van ez, hogy elkényelmesedünk, vagy pontosabban, ha tudom is, úgysem tudok vele mit kezdeni igazán. Mi amatőr csapat vagyunk, nincs eszköz a kezembe, hogy olyan hatással legyek a játékunkat megformáló játékosoknak a teljesítményére. Sokszor én is, mint ma, csak sodródtam és néztem, hogy mi történik a pályán. Szerintem egy jó mérkőzés volt ettől függetlenül. A bajnoki cím még biztosan nincs lefutva, hiszen még visszajönnek hozzánk, akár ők is. És most már egyszer el fogjuk verni őket is, meg a Dombóvárt is, mert velük általában nem vagyunk egy jó passzban, és általában mindig ki is kapunk.
Hát ez ma is így történt. Természetesen gratulálok a Tamásinak, megérdemelten győztek. Mi meg dolgozunk tovább, majd a tavasztól. 5 ponttal hátránya az idén már pályára nem lépő Tolnának a Tamásival szemben, amennyiben az újra élre álló Tamási győz Dunaföldváron, ez a különbség megmarad tavaszig. Ha a második Bonyhád győztesen hagyja el a pályát Kakasdon, amire jók az esélyei, abban az esetben a második Bonyhádnak is 4 pontos lesz az előnye a harmadik helyen telelő Tolnával szemben. Ami persze, ahogy a vezetőedző is mondta, a tavaszi folytatásban mindenképpen behozható, ledolgozható a bajnoki címért folytatott nagy vetélkedésben, amibe úgy tűnik a negyedik Dombovál is beleszólalt.